Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. Államalapító királyunk Szent István ünnepség sorozatának keretében a hagyományoknak megfelelően átadták a láncos szegfű ösztöndíjakat. Ebben az esztendőben 20 különböző felkészült szakember pályázott, és a pályázatok során ugye az ösztöndíjak arra szolgálnak, hogy egy olyan elképzelést valósítsanak meg, ami azt hiszem, hogy Székesfehérvár kulturális életében rendkívül fontos. Ösztöndíjat kapott ebben az esztendőben is Tárnok Ákos, egyrészt a Los Angeles együttes vezetőjeként, másrészt pedig értelemszerűen a Kákics együttes külön. Tehát két külön ösztöndíjról beszélünk. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Mint a két formáció, ugyanaz a formáció, csak más tartalommal vezetőjét. Nos, először is mielőtt a Los Andinos pályázatról beszélnünk, nézzünk meg egy bejátszást, hiszen visszamegyünk egy kicsit az időben, ígérem. Kérem, nosztalgiáztunk egy sort, megbeszéltük, hogy ez mikor és hol született, közben kiderült, hogy Halász István operatőr kollégánk vette fel ezt ős időkben, tehát több mint 3 évtizede. De hogy kezdődött az egész Los Andinos sztori, az azt hiszem, hogy ma is nagyon érdekes. Ugye nem felejthetünk ki egy nevet, Hugo Romero Navarroét,
ugye Bolíviában jártunk most, virtuálisan természetesen. Hogy kezdődött számodra? Hogy lehet beleszeretni egy olyan zenébe, amit az ember az akkori Magyarországon nagyon-nagyon ritkán hall? Azt mondtam mindig erre, mert sokan ezt kérdezték, miért pont ezt mondani. Ez egy első látásra szerelem volt. Megláttam, meghallottam, és megtetszett. Jó, annyi volt benne, hogy karácsonyra kaptam egy pánsipot édesapámtól. Ez egy perui pánsip volt. Peru, Bolívia, Chile. Ekvádor. Chilének északi része. Tehát, na és akkor televízió, az osztrák televízióban, miatt mentem táncházba, azt hiszem ez 81 volt, januárja, és akkor ott volt egy ilyen műsor, ahol ilyen, hát ott kiderült a chilei, perui, bolíviai vegyes együttes játszotta ezt a zenét, az andok zenét, közép-andok zenét, és akkor már ott fújják a pánsipot, fújják a furiát, a kicsi gitár, a csarángó, és hú, hát aztán... Beleszerettél? Abban a pillanatban, valahogy megfogott az egész. Most már tudom, hogy miért, tehát sok-sok év elteltével nem idegen ez a zene nekünk. Tehát Juhász Zoltánnal, aki kutatja hát a magyar népzenében furia zene, duda zene, és Zoltán összehasonlítja más népek zenével a magyar népzenét. A tehetséged adott volt, ezt tudjuk, általában a zenei tehetséged. Tehát már népművészetről majd később beszélünk, uh-huh, a népzenéről, tehát ebben is. De ez azért mégis más, hiszen ebben ennek a tanulásában, tanításában nem volt gyakorlata Magyarországon. Legalábbis itt Székesfehérváron nem. Nem. Hát akkor egy nehéz időszak volt olyan szempontból, mint ami most van, hogy most rámegyek a világhálóra, és akkor rengeteg minden van. Az is igaz, hogy hozzá kell tenni, hogy rengeteg minden, hát nem jó dolog, ami ott van rajta. Már most a zenével kapcsolatban beszélek, tandok zenével, tehát eléggé nem valós dolgok, de úgy néznek ki, tehát szelektálni kell erősen, bár akkor ilyen dömping nem volt, tehát mindennek örültünk, ami jött. Utólag tudja az ember, azok között is volt, ami hát kevésbé volt értékes, volt, amik nagyon értékes volt, nagyon nehéz volt akkor beszerezni, és épp ezért volt óriási áttörés 1989 karácsonya után, hogy elindultunk az első tanulmányútra Ekvádorba. Igen, tehát ez nagyon fontos, mert gyönyörűséges ez a Csákberényi felvétel, és hiteles a zene is. Ugyanakkor az autentikus andok népzenét azt nyilván ott lehet megtanulni. Igen, mert tanultak itt bolíviai diák. Volt olyan bolíviai diák Gödöllön, aki például tényleg kecsua srác volt. Tehát a többi latin-amerikai diák mesélte, hogy hallják, hogy hazatelefonál, azt ezt ez valami nagyon más nyelven beszél a szüleivel, hát kecsuául beszélt. Tehát volt egy Ausbeto Adjani, ez volt a neve, emlékszem. Tehát ilyen, de hát azért, most valljuk be, most innen valaki Magyarországról kimegy külföldre, jó messze, Ausztrália mondjuk. Hát akkor te tudsz akkor magyar népzenét, tud magyar népzenét zenét, tud magyar népdalt úgy énekelni, ahogy kellene. Hát szerintem kevesen vannak. Ákos, hogy találtál társat ehhez a projekthez magad? Először a Vántus Károly, úgy hívták annak, ami az Ady Endre utcában, azt hiszem most Szent Istvánnak hívják. Élelmiszeripari szakközépiskola, mezőgazdaság és élelmiszeripari szakközépiskola volt, és ott voltak néhányan, akik gitározgattak, és úgy elkezdtünk. Én mondtam, hogy alakítsunk egy zenekart. És ahogy már mit tetted, hogy Hugo Romero Navarro, őt megkerestük, akkor már csak két chilei család élt a köfém lakótelepen, és egyik az Hugo volt, és megpróbáltam, hogy segítene. És ő szíves örömest. Hugo nagyon lelkes. Hála Istennek, még most is hála Istennek. Igen. Úgyhogy őnek így köszönhetjük, hogy itt elindultunk. No, és elkezdtetek tanulni. Hogy lehetett még mielőtt kijutottatok? Hogyan lehetett, tehát Ekvádor előtt, hogyan lehetett megtanulni azokon a hangszereken? Hogy osztottátok fel a hangszereket? Azt tudtátok például, hogy egy hiteles ekvádori vagy éppenség a bolíviai zenekar hogy áll össze, hogy áll fel? Fokozatosan mentünk ebbe vele. Tehát először óriási tapogatózás volt, és itt volt az, hogy Hugo elvitt minket Budapestre,
Illetve legösszebb emlékszem ketten, hát én utaztam fel vele, illetve hát a feleségével, mert ott még volt egy, azt hiszem a Neptun utca úgy hívták, ott volt egy chilei kolónia, még egész sokan voltak. És ott voltak zenészek. Az volt a legelső, akik mutatták, hogy így pengetjük a gitár, hát itt ez a kicsi gitár, a charango, amire azt gondoltuk, hogy nekünk ilyen soha nem lesz, így aztán nekiállt az egyik srác, aki ott osztálytársam, ott Kurdi Zoltánnak hívják, faragott egyet, és az egyik tanár az segített, aki ilyen műszaki tanár volt, és elkészült, és édesapám meg befejezte, tehát fedőlapot rakott rá, meg rézlapokkal bemundasztott. Tehát ez volt a legelső, például akkor a nagyszobában édesapámat csináltunk dobot, hogy hogyan legyen. A legelső dob az ugó adta, amit a csileiek itt hagytak. Mm-hmm. Abban az volt az érdekes, és gondolkodtam, hogy valószínűleg gondolom, hol van még Budapesten ez megtalálta egy srác, aki annak én zenét velünk, hogy le lehetett mérni, hogy ők most ide jönnek, ide emigráltak, vagy kényszerűségből, mert hát rengeteg politikai menekült volt közöttük. De szeretné zenélni az ő hazájának a zenéjét, vagy ennek kell egy dob hozzá. Na most ezek három helyen dolgoztak ezek a chileiek. A Köfénben, a Videótonban, meg az Icarus gyárban. Na most ezzel a dobon ezt le lehetett mérni. A teste az alumíniumból volt, ami fautánzatú öntapodós maticába betekerve, tehát a köfémgyárból való. Igen. A réz, ilyen drótok, elősebb drótokkal volt az oldala, amire hát csavarokkal menetet vágtak, az valószínűleg Videótonból származott. A bőr, amit ráraktak, az pedig az Icarus gyárból... Az üléshúzat. De azok műbőr volt, mondjuk, de tökéletes, azt rakták rá. Tökéletes történet. Névválasztás. Ugye Los Andinos andokból való embert jelent, tehát az már hiteles mindenféle értelemben. Ezt is ugónak köszönhetjük. Mi legyen a nevünk? Hát... Emlékszem először az egyik Mario Diaz, chilei fiú Pesten, aki charangózott, és mutogatta először, hogy kicsit. Ő mondta valamit, nem tudom milyen nevet mondott, de azt mondja, hogy egy indián törzsnek jön. Ez nem, aztán azt, vagy nem jött annyira be. Először azt mondta Hugo, hogy legyen Nyanko Wasu. Nyanko Wasu, hát mi az a Nyanko Wasu? Hát Che Guevara Bolíviában ott halt meg Nyankau Vasuban. Hát jó, de hát most gondoltam, Andok, hát annyira, hogy mondjam, nem esett ki a ropi a szánkból tőle. Na, ezt ő is látta, és akkor tudjátok mit? Legyetek Los Andinos. Los Andinos, tényleg, jó hangzik. Amúgy mit jelent ez, hogy Los Andinos? És akkor azt mondta, andokiak, andokba valók. Hát, de mi nem vagyunk azok, de... Ti itt azok vagytok, azt mondta. No, mielőtt arról beszélnénk, hogy hogyan alakult ki a repertoár, kell, hogy szó essék, hogy 1988-at írtunk, a rendszerváltozás előtti utolsó időszak, idestova 30 esztendeje, és ott volt az a legendás, ki mit tud. Igen. Amit én mondok, tehát én már felnőtt fejjel mondom, hogy igenis meg kellett volna nyernetek, hiszen te abszolút különleges volt, amit ti játszottatok. Bár lehet, hogy nem ilyen, tehát a mai fejeddel másként gondolod, de nekünk, kívülállóknak, televíziónézőknek bizony mondom, hogy az egy olyan, mintha valóban ott lettünk volna Ecuadorban, Peruban, Bolíviában. Ez így van. Ott fogadások mentek, tehát úgy, ahogy most tisztában vagytok vele, mert ezzel dolgoztok, hogy egy kamerás, világosító, hang, minden. Ezzel, ott a televíziósok, utólag megtudtam, fogadást kötöttek egymás között. Hogy szerintetek a hangszeres kategóriába ki fog? Állítólag szinte mindenki arra tippelt, hogy Los Andinos fog nyerni. Na most, az előbb mondtál valamit, mégpedig azt, hogy rendszerváltás előtt vagyunk közvetlenül. Igen. Én most felnőtt fejjel már úgy érzem, hogy itt sajnos egy kicsit beleszólt a politika. Mégpedig én azt mondom a zsűri részéről valahogy. Ők is valahogy érezhették, vagy nem. Én úgy érzem, és azt mondták, hogy itt most győzzön egy nemzeti zene. Igen. És ne egy már. Tehát a Citer a zenekar győzött. Így is történt. Igen, a Citer a zenekar győzött. Mindenki le volt döbbenve.
A visszanézi az ember azt a felvételt, amikor azt elmondják, ott a helyszínen fütyülnek az emberek. Felháborodás van az országban, de ez nekünk akkor nagyon jó volt. Így van. A vesztest, a szimpatikus vesztest nagyon tudja szeretni a közönség. Ráadásul, ha jó. Abszolút kiálltak mellettünk, és hát hazajövünk Székesfehérvárra, és ilyen kiírás plakát, ön székesfehérvári, akkor szavazza a Los Andinosra. Igen. Mert lehet, még van 3 nap, és lehet szavazni. No, ez eldöntötte a sorsotokat bizonyos értelemben. Ahhoz minden esetre bizonyosan megerősítést adott, hogy neki induljatok. Igen. Hiszen repertoárt kell választani. Amikor a zeneszerszámokról beszéltél az imént, nekem az jutott eszembe, hogy Révész Sanyival beszélgettem a ősidőkről, tehát a 60-as évek közepén, amikor tetőzött az ifjúsági probléma. Nos, amikor ők választottak zenét, hogy barkácsoltak maguknak. Viszont egy bizonyos szint elérése után nyilvánvaló, hogy kinyílik a világ előttük, és nem a rádióból hallják, hanem elkezdenek tanulni, és akkor már írnak zenéket, nem összetákolt hangszereik vannak, hanem meg tudják vásárolni, és ez a szintet lépnek ezzel tulajdonképpen. Ti is szintet léptetek azzal, hogy feláldoztátok azt a fél évet, ugye körülbelül fél év volt. Mármint mikor? Ecuador. Ja, az később jött, akkor ez legelső, az 5-7-es volt. Az 5-7-es volt, de utána folyamatosan áldoztatok arra, hogy kijussatok és autentikus helyszínen ismerjétek meg az egész kultúrát és a zenét. Igen, hát az van, hogy akkor megjelennek már hangzóanyagok, tehát a legelső tanulmányok után megjelenik az első önálló hangzóanyag, amit mi adunk ki, és annak a bevétel a miénk lesz. És ilyenkor egy részét visszaforgattuk ebbe, hogy mondjuk repülőjegyet vegyünk rajta. És elmenjünk, attól feltétlenül több alapítvány támogatta, és minisztériumtól kaptunk támogatást, tehát több helyről támogatást, de magunk is azt gondoltuk, hogy így támogassuk az egészet. Igazából az volt az igény, hogy itt most tudatossá váljon ez a zenélés. Tehát ne az, hogy hát miért így zenélem ezt, hát mert így hallottam. Nem, azért, mert tudom, hogy most már, és elkezdtük feltérképezni ezt a középandokot, hogy milyen vidékei vannak, és ezek milyen hangszerparkokat igényelnek ezek a különböző vidékek. Igen, mi azt gondoljuk, hogy olyan egyszerű, mint hogy mezőföldi, gyimesi, moldvai, ez kicsit úgy van ott is, gondolom. Teljesen ugyanígy van. Hogy ugyanúgy területi egységenként egészen más zenét játszanak, lehet, igen, hogy ugyanazokkal a hangszerekkel, de az sem biztos. Nem, a hangszerek is változnak. Tehát ott Ecuador volt a legelső, és tényleg egyik ámulatban a másikba estem. Az is igaz, hogy azért volt jó nekünk ez Ecuador, Perúra gondoltunk, csak akkor még a fényes ősfény, a Sendero Luminoso, még állítólag voltak olyan vidékek, ahol még eléggé uralta a helyet. Most ez egy gerilla szervezet, azt mondták, először lőnek, utána kérdeznek. Úgyhogy akkor dobtuk, és Ecuador lett belőle, és az Ecuador, akkor aki Magyarországon volt ecuadori nagy követ, ő ezt abszolút támogatta. Egy nagyon jó fej ember volt, ugye ma azt mondják a fiatalok, hogy hú, de jó fej, vagy milyen jó arc volt, ugye ilyen megfogalmazások vannak. Egy nagyon intelligens ember, akit azért raktak ide Magyarországra, mert akkor rendszerváltás volt, és változás volt Magyarországon. Tehát egy olyan nagykövet került akkor ide, aki megjárta már az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, tehát ilyen Vatikánban is volt nagykövete Ecuadornak, tehát olyan helyeken volt, és most azért rakták ide, hogy itt ő most mit, és ebből mit fog profitálni Ecuador. Ennyi idő után a csapat gerince megmaradt. Amikor hazaérkeztetek, gondoltad volna-e, hogy ez kitart a máig? Nyilvánvaló, hogy egy más formációról is fogunk beszélgetni, de a Los Andinos az örök, legalábbis a zenekedvelők számára így van. A mostani felállás az már igen, az egy hát egy bő 22 éve ez a felállás van, ami hát igen, így lehet igazán dolgozni az embernek, mert ők már benne vannak, ők is többször megjárták az Andokot, tudják, hogy melyik vidékről van szó, akkor miért zenéljük ezt úgy. No, az idei Láncos Szegfű ösztöndíjban, ezt idézném ebből a laudációból, hogy a Los Andinos együttes vezetőjeként 35 éve tanulmányoz Andok-hegység zenei kultúráját, néprajzát. Itt azért a néprajzban majd kapaszkodjunk bele egy rövid gondolatsor erejéig.
Folytatom, a számos gyűjtőt eredményeképpen népzenei lemezeket készítettek és népszerűsítették Ecuador, Peru és Bolívia kultúráját. A zene révén közel kerültek az andoki legendák és népmesék, ami egy népmesekönyv megjelentetésének gondolatát fogalmazta meg. Az eddigi utak alkalmat adtak ugyan a gyűjtésre, de szükséges további mesék gyűjtése, a néppel kapcsolatos eredetmondák feltárása, fantasztikus ötlet, aminek megvalósítását támogatja a kuratórium. Tehát egy kicsit már is tovább léptél. Én azt hiszem, hogy ez egy út a teljesség felé. A mese. Mindig is szerette a meséket. Tehát emlékszem, hogy valamilyen már tudtam olvasni, és akkor egy lap elolvasása után, ki nem ismerné Benedekelek a Vitéz Szabó legény című könyvéből, rohantam ki, hogy édesanyám, már egy oldalt elolvastam. És nagyon tetszett. Mindig vonzottak a mesék. Aztán, na most odakint azért beletalált az ember, ott mesélgetnek az ember. Elmegyünk egy Zimbabwe-ra, észak-ekvádori vidékre, és akkor azt mondják, hogy hát ez a jawar kocsa. Jawar vért jelent, a kocsa pedig tavat jelent kecsuául. És akkor jönnek, hogy hát azért, mert itt egy óriási harc volt. Itt annak idején az imbaják, jöttek az inkák és le akarták, de az imbaják nem hagyták. Óriási harc, véres volt a tó, olyan nagy volt. Aztán ehhez kapcsolnak különböző teóriák. Hihető is, nem is hihető, bár azt mondják, a legendáknak vannak alapjai. 10-11 évvel ezelőtt kapott pénzt Ecuador, valami, hát azt hiszem UNESCO-tól, vagy valami, hogy valami különleges, és nagyon mély a tó. Kis tenger, kis ilyen víz alatti szerkezettel lemenjenek, és kiderül a dolog, igaz az egész. Csontvázak, fegyverek ott vannak lent a tó fenekén. Igen, egy óriási harc tehát volt. Tehát ez a népmesei megfogalmazások gyűjteménye lesz. Igen, Magyarországon soha nem jelent meg közép-andoki mesék gyűjteménye. Tehát a Bolotan Kolibri, azt hiszem 1960-valahányban megjelent. Még Boglár Lajos bácsi, ő volt a szerkesztő, aki az ELTE-n, hát a néprajz szakon ott tanított. De ő inkább az őserdei kultúrával foglalkozott, és ezek a mesék is inkább őserdei igen. részről valók. Na most én azt gondolom, milyen érdekes lenne egy ilyen, ami természetesen, ha már ugye az állatok a mi meséinkben is megjelennek, ott is megjelennek benne. De természetesen más állatok fognak megjelenni benne, mint például a kondorkesely. Egyetértek annál is inkább, hiszen az amerikai kontinensen ismerjük Kanadát, az Egyesült Államok, Mexikót, aztán tudunk Brazília, Uruguay, Argentína, Chile részben, és érdekes, hogy Bolíviáról egy mai magyar ember maximum azt tudja, ha futballkedvelő, hogy legyőztük őket a VB selejtezőn 6-0-ra, ugye a törőcsikek. És holott, és az inkákról tudnak valamennyit. Igen. De az, hogy hol van Quito, La Paz, Bolívia, Peru, Ecuador, nagyon keves. Aha. Igen, ez egy kicsit kimarad, bár visszatérve erre a nagykövetre, neki köszönhető akkor, hogy akkor a 80-as évek végén, 90-es évek elején jó pár Icarus busz megvette Quito. És akkor kimentünk, ott mentek az Icarus buszok, ott közlekedtek. Hát igen, de ha visszatérve erre, hogy például kondorkeselyű. Hát a magyarban ugye nagyon sokszor ugye a griff madár, de trull madár, ez megjelenik ugye benne, és akkor ráül, elme. Ebben mire ülnek rá? A kondorkeselyű. Például ilyet, ugyanis nem most lenne, már vannak felgyűjtött mesék. A másik nagyon izgalmas dolog ebben, én azt gondolom, hogy olyan kultúráról beszélünk odakint, ahol a népesség különböző. Tehát ugye a néprajzok, kezdhetjük ezzel, sőt ez nagyon lényeges dolga ennek, hogy vannak a mi általunk nevezett indiánok, akik ott őket parasztembereknek hívják, és akik mai napig beszélik az indián nyelve, és vannak a vegyesek, akik már a hódítók, a spanyolok és az indiánok keverékéből született emberek, ők a meszticek. Ők azért nagyobb részben vannak már meszticek, bár nagyon sok, ezekben az Ecuador, Peru, Bolíviában a vonásaik nagyon indiánosak.
Tehát azért ez országra jellemző, de nagyon sok mesztizó. Akkor vannak ezek az indiánok, hát nagyon kicsi a fehér lakosság, az elhanyagoltató, még megjelenik a néger, tehát a fekete lakosság, de az megint egy külön téma. Most itt inkább főleg, itt engem elsőban az indián, meg ez a mesztic, mert találtam, van felvéve olyan történetem, legendának is mondhatjuk, vagy mese, ennek a határán lebegesz, hogy amit ugyanaz a mesztic ugyanazt a történet elmondta, és ugyanazt az indián is elmondta. Természetesen más, az ő szemszögéből. A mesztic mondja, hogy akkor ez történt. Az történt, és menekülnünk kellett, mert az indiánok meg akartak ölni minket. Míg az indián, ez történt, azt mondta, de menekülnünk kellett, mert a meszticek meg akartak ölni minket. Tehát akkor azt mondtam, hát itt nagyon érdekes dolgok vannak. Érdeklődéssel várom. Én azt hiszem, hogy nem csak én, és nyilván nem csak a kuratórium, hanem aki érdeklődik a különlegességek iránt, és egy olyan népcsoportok története iránt, amelyeket itt majd napvilágra kerülnek. No, Kákics. Kákics is egy érdekes történet. Mielőtt azonban beszélnénk az ösztöndíjról, nézzünk meg szintén egy bejátszást. Tehát Kákicsot hallottuk, hát azt tudjuk, hogy Ides Tova ebben az esztenben a 21 éves a Kákics zenekar, és igen, 97, ja, igen, 1997, a repertoár egy nagyon sokszínű repertoár, Dunántúl, Moldva, Palóc, Rábaközi, Gyimesi, Székelyföldi, Csallóközi, Délalföldi. Ugyanakkor ez az együttes, én azt gondolom, hogy mindenféle értelemben újat hozott nekünk. Nagyon sok népzenei együttes van Székesfehérváron. Újat azért, mert sokszínű a repertoárja egyik oldalról, a másik oldalról pedig mindig valami mást, valami különlegessel is jelentkeztek, ami hiteles marad, és hitelessé teszi azt az időszakot, amelyre visszatekintetek. Ezt gondolok itt elsősorban a népzenére, aztán a népzene mellett a háborús dalokra, az első, a 48-49-es szabadság és forradalom, uh-huh. Szabadságharc és forradalom, illetve az első világháború, második világháború. Tehát ez egy kerek egységes egész. Hogy sikerül ezt a repertoárt úgy megoldani, hogy ez valóságos legyen valamennyi műfajban? Ez jött az ötlete, hogy csinálunk tematikus programokat, és igazából
készítettünk nagyon jó bajon például Gula Miklóssal, aki hát, ő is már nem tudom, 30-valahány éve már néptáncpedagógus, és a Miklóssal csináltunk gyerekeknek ilyen tematikusokat, aztán betlehemezéssel kapcsolatosan azt is, és úgy, hát igazából úgy, hogy elkezd az ember utána menni, hogy mi volt. Tehát például az első világháborús volt, ami meg a 48-49 szabadságharcol kapcsolatos, hogy elkezdett az ember utána menni, hogy mik voltak ezek. Ezek mit, tehát most például itt van, aki ne ismerni, Kossuth Lajos azt izent, elfogyott a regimentje. Ugye Kossuth Lajos író, deák, nem kell neki gyertje a világ. Megírja ő a levelét, a levelet a csillagos, megírja ő a levelet. Most nem teszem be, hogy nem van itt pontosan, de itt a levél a lényeg, hogy megírja. Aranyogó csillag mellett, igen, hogy megtudtuk, hogy ez a jobbágy felszabadításról szól. Ezt énekelik meg. Tehát ilyen dolgok benne, és ilyenneket találkozik az ember számtalannal, tehát, és amiket megénekelnek, mert megénekelik az életüket, a nyomorúságukat, a minden szájlepajtás lovadról, lőjadjon engemet, hogyha látsz elesve engemet. Tehát akkor mit? Én nem akarok, és azt mondják, hogy nem akarok szenvedni tovább. Értem. Ezek valami iszonyú dolgok, és elkezd az ember utána menni. Hát van a múzeum, levéltár, vannak különböző könyvek, akikkel naplók megjelentek, naplók. Azért ez nagy kihívás, hiszen a különböző történelmi korszakok eddig, mi azt gondoltuk, hogy az alapjait ismerjük, aztán kiderült, hogy valóban csak az alapjait tudjuk, hiszen ha egy kicsit mélyebbre ásunk, lásd a ti zenétek, illetve a ti dalaitok, akkor kiderült, hogy milyen széles ez a skála. Igen. Mi annak ilyen általános iskolán mit tanultunk az első világháborúról, meg a szabadságharcról is, a 48-49 szabadságharcról, minimálisak. Hát emlékszem, hogy március 15-e az nem volt munkaszüneti nap, hanem mentünk az iskolába. Igen. Tehát az úgy valahogy, nem tudom, lehet, hogy az akkori kormány azt gondolta, hogy igen, ez tényleg a szabadsággal kapcsolatos, de ezt tudjuk, hogy ez nekik sosem volt a szívük csücske, bezzeg március 21, és nem a tavasz a fordulóra gondolok. Na most hogy micsoda hősies dolgokat, hogy miket megtettek a magyarok, mi egyik ámulatban a másikba estünk. Úgyhogy ez egy nagyszerű út, én azt gondolom. Az idei pályázatotok viszont egy egészen különleges. Én meg kell, hogy mondjam, hogy beleszerelmesedtem, mert hogy ez valódi újdonság nekem is. Olvasom, hogy a kulturális palettájának meghatározó együttese vagytok, na hát ezt tudjuk mindannyian, és munkájuk összefoglalásként időről időre CD, ezt is ismerjük. Az utóbbi időben olvasom, az együttes Pesovár Ferenc Fejér megyei és Csanád Imre Vargyas Lajos zámai gyűjtésével foglalkozik. Pesovárt hellyel közzel ismerjük, de a Csanádi Vargyas Lajos zámai gyűjtésből állítom, hogy rajtatok kívül, illetve egy-két nagyon azt mondom, aki belásta magát, senki nem tud. És a gyűjtési helyeket is felkeresitek, adatközlőket, leszármazottaitokat. Nagyon-nagyon várom. Honnét jött a gondolat? Onnan, hogy hála Istennek, én a Pesovár Ferenc nevét egyre többen ismerik. Számomra én mint kis diák, még szakközepes diák, még emlékszem arra, hogy amikor táncolok az Alba Riga táncjaütésbe, akkor Fejér megyei népeütésnek hívták, és azt készülünk a színházi műsorra, beül Botos Ferenc, aki akkor vezette az együttest. Botos Józsi, igen. Botos József, okay. Bocsánat. Jaj, igen, és ott ül mellette Pesovár Ferenc. És akkor a Feri bácsi néha oda től mondja, hogy már ezt kéne, gondolom. Akkor még nem fogja fel az ember, hogy ki az az ember, aki ott ül, aki sajnos egy év múlva meghal. Igen. De emlékszem, hogy diáknapokon elindultunk egyik fiúval, ketten táncoltunk, Gazdag Béla készítette akkor nekünk a koreográfiát, aki volt a tánckarvezető akkor az Alba régiában. Táncoltunk egy mezőföldi eszközöst, hát ez a Pesovár Ferencnek az ő területe volt. És Pesovár Ferenc ott ült a zsűriben, a diáknapokon megkérdés.
És akkor emlékszem, hogy hát utána mondta, hát ezek a legények. Ügyesek voltatok, jó volt, tehát jókat mondott, hogy biztatóan, attól felettően ezüst kategóriát, tehát ezüst minősítést kaptunk, de ő nagyon jól tudta, hogy ezt biztatni kell ezeket a fiatalokat. De a csoda nekem akkor következett be, amikor felállt Pecsó, azt mondja, és akkor legények odaértetek ahhoz a részhez, hogy, és akkor felállt, és bemutatta nekünk ott, és eltáncolta ott nekünk, hogy azért ez a kézmozdulat, az a kézmozdulat. Én akkor ott 15 éves voltam, azt hiszem, hát én ledöbbentem, azt mondtam, hát ez egy zsűri tag, hát feláll és megmutatja, akkor annyit fogtam fel az egészből. Azt mondtam, hogy Pesa Ferencnek vannak például Duda dallamgyűjtemény, amiket nem Dudán játszottak, akkor már rég nem volt Duda, hanem elénekelték, például ezeket. Csináljuk meg úgy, vagy zenéljük el úgy, hogy furiákkal, tekerővel, mert tekerő is biztosan volt régen. Tehát Széchenyi Zsigmond írja, ahogy elkezdődött be, hogy Sárpentellén leírja, hogyan betlehemeznek ott, és a kanász jön a dudájával. Ezt írja Széchenyi Zsigmond. Tehát mégiscsak volt itt dudás, persze, hogy volt, és vannak dudás. 1952. Csanádi Imre zámai születésű. Egy igazi lokálpatriótáról van szó. A költészetét ismerjük. Igen, igen. Hát ugye két hát azért kevés olyan falu van, két Kossuth díjas, mint Zámolynak, Csóri és Csanádi. És Csanádi. Igen. Igen. És Csanádi, hát én úgy érzem, hogy a mai szó azt mondja, hogy gyomrozza a Vargyas Lajos, hogy Lajoskám, menjünk már le Zámolyra. Vargyas Lajos azt mondja erre, hogy Imre, nincs ott már semmi. Ezt onnan tudom, hogy ezt leírta a Csanádi Imre. Ráveszi a Vargyas Lajost. Hát akkor ez nem kis dolog volt, mert gondolom vonattal lejön Fejérvárig, utána meg nem tudom hány óránként néha megy egy busz Zámoly felé, vagy nem tudom hová. És kijönnek, és vesznek fel, és találnak egy olyan bácsit, akit most én megtudtam, ott kérdezgettem az Zámolyakat, hogy ő az Amerikát megjárt bácsi. Aztán visszajött, mondták, hogy mély szegénységbe ért. Például ő elénekli a Tücsök lakodalomnak egy zámolyi változatát, amire már említett Juhász Zoltán, aki a Duda iskolát, meg Furiás iskolát írt, azt mondta, hogy ez egy óriási dolog, mert ez egy kategória a Tücsök lakodalom. Tehát ez egy önálló egység, van egy játszó. Elénekli. Akkor, de a legnagyobb dolog az, hogy a sok új stílusú dallam, hát nem olyan sok dallam, kb. 10-12 dallamról van szó, talán egyszer csak a Szürke Szamár szomorodik, és egy régi stílusú dalt elénekelnek. Én azt mondanám, hogy szoktam, hogy szerintem Vargyas Lajos akkor hátas dobott, mert ezt felfelé a vonaton is írja hogy Csanádi Imre, hogy azt mondja, Szürke Szamár szomorodik. Zámolj. Hát Imrém nem gondoltam volna. 1953-ban, jól emlékszem, a Vörösmarty Társaság megjelenteti ezt a gyűjtést. És akkor Csanádi írja hozzá ezeket a szövegeket. Nagy munka lesz. Ákos, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél és beszámoltál erről. Én pedig azt mondom, hogy, és azt ígérem kedves nézőink önöknek is, hogy természetesen beszámolunk, amikor elkészülnek ezek a művek, mert hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a Köztér című műsorunkban ezúttal a Láncos Szegfű Alapítvány idei díjazottjai közül a Kákis Zenekar és a Los Andinos két díjazottjáról beszélgettünk a két zenekar vezetőjével, Tárnok Ákossal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.